Sziasztok, Jancsik Árpád vagyok az itfröccs.hu-ról. Itt van előttem a HP Stream 13 nevezetű kis notebook, aminek Magyarországon eddig még nem nagyon volt piaca, egy-két helyen vásárolható meg egyébként, ez a készülék jelenleg 99.900 forintos áron, ami elég jó ár, mert ebben benne van a Windows 8-as operációs rendszer, hogy Windows 8.1 64 bites operációs rendszer is, és ahhoz képest egy mindennapokban teljesen jól használható kis gépet kapunk. És ezt most röviden be fogom nektek mutatni, hogy hogy is néz ki. A hardware-es felszereltsége ugye az árából adódóan sem lehet túl erős. A processzor egy Intel Celeron N2830-as, ami benne van, ez egy két magos processzor, két Intel Atommagot tartalmaz végül is, és 2,16 GHz-es órajelen működik, alapórajelen működik, ami egy ilyen turbo frekvenciával 2,58-ig tornázható fel. Egyébként már az újabb, a boltokban már az újabb N2840-es elnevezésű Celeron processzorral vásárolhatjátok meg jelenleg. Hogyha megnézzük, akkor ugye a nevéből is adódik, hogy 13,3 incses kijelzőt kapott, aminek itt a perem elég széles. Van egy HD felbontású kameránk integrált mikrofonnal, mert talán egy jobban lesz látható, ha mutatom. Itt a kameránk, itt vannak a mikrofonjaink. A hangzás egy DTS Studio Sound megoldással lett kialakítva. És hogyha így interneten videókat nézegetek, vagy akár filmen, letöltött filmet nézegetek, akkor elég jó hangzást ad, viszont maximális hangerőn kicsit ilyen doboz hangja lesz, de ez sem nagyon vészes egyébként, az árérték aránya ezt teljesen benyeli, mert szerintem elég jó árérték aránya a VR készülék. Hogyha becsukom, akkor kezdjük először a külsejével. Ugye itt az anyagon spóroltak nagyon sokat, ezért kerül csak 100 000 forintba operszerrel együtt. Itt a szokásos HP logót megkapjuk. Hogyha megnézzük, akkor hallható, hogy teljes műanyag a készülékház kialakítása, ami mindenhol. Viszont elég stabilan össze van rakva. Ez egy tesztkészülék, hogy egy kicsit itt a sarkán látszik, hogy valaki leejtette, és hát ahhoz képest elég jól kibírta ez a műanyag kis sarok. Van az alján műanyag csúszásgátlós talapzat, 4 darab, és itt vannak a csavarok, amiket eltávolítunk. Itt a talapzatok alatt is vannak csavarok, ha azokat eltávolítják, akkor lehet leszedni a hátulját. 2 giga RAM van benne, ami 1333 MHz-es órajelen dolgozik. Ez az alaplapra integrált, vagyis nem cserélhető. Az aksi se cserélhető, ami egy 36 wattórás háromcellás aksi. Az üzemidő az egy ilyen átlagos webböngészős délutánon próbáltam, és elég sokáig bírta, ha ezt az alaphasználatot vesszük, ilyen 6 óra környékén állt meg, vagyis merült le. Úgyhogy itt megmutatom a hátulját, ugye itt a PIN kódját, és a szélre számát azt letakartam, de itt van, hogy milyen kód nevű ez a készülék. Ugye a specifikációtól eltérően ezen egy 45 wattos adapter van feltüntetve, amit még nem is mutattam meg. Standard adapterünk, vagy adapter tárkábelünk, az adapterünk pedig ilyen tűzcsatlakozást kapott, valamint így néz ki. Ha visszatérnek a notebookhoz, akkor
akkor látható, hogy a vastagsága, ide teszek egy euróst, talán így látszani fog, hogy az arányai tényleg elég jók, nincs 2 centi vastag, egyik pontján sem, hogyha 100 forintossal nézzük így a magyarok kedvéért, akkor ez is szemléltethető, így bal oldalán kapunk egy Kensington lockot, egy HDMI-t, egy USB 3.0-as portot, valamint egy audio kombó csatlakozót, és van még egy microSD kártya, olvasónk is, valamint itt van a bekapcsolási jelző LED, ami a kinyitáskor a bekapcsológomb mellett is villog, vagyis ott is egy LED-del jelzik a bekapcsolás állapotát, a bekapcsolt gép állapotát. Az elején, ha megnézzük, ott nincsen semmilyen külön meglepetés, vagy csatlakozó, vagy LED. Ha viszont a jobb oldalát nézzük, akkor van egy tápcsatlakozónk, és van 2 darab USB 2.0-as portunk. Ezen kívül más nincs. Hátulján csak a Hewlett-Packard felirat van, és más nem kapunk. Még nem mondtam volna akkor a kijelző, és hát itt az alját megnézzük, itt kapjuk a 2 sztereó hangszórót a két oldalán elől, a hátulján igazából más nincsen. Ha még nem mondtam volna, akkor a kijelző az egy HD felbontású kijelző, 1366x768 pixel. Elég széles peremet kapott. Itt elől HP logó, hogyha megnézzük, akkor a kijelző tartókáva, remélem, hogy sikerül megmutatni. Egyébként a kijelző eddig nyitható maximálisan, tovább nem. De hogyha a kijelző tartókávát ezt itt megpróbálok rá közelíteni, akkor látható, hogy belül egy fém pánt is tartja. A külső műanyag borítás mögött találunk egy fémpántot, ami nem tűnik nagyon strapabírónak, de szerintem ez ennél a gépnél valószínűleg rá fog cáfolni, mert tényleg elég jó össze van rakva. Hogyha a billentyűzetet nézzük, akkor itt egy fényes felület veszi körbe. A billentyűk teljesen jól lereagálnak. Ugye ez egy amerikai, vagy észak-amerikai kialakítású billentyűzet, itt most ezen ékezetes betűket, magyar ékezetes betűket nem fogok találni. Itt van felül a bekapcsológom, amit már említettem, ez is egy LED-del jelzi, hogyha be van kapcsolva a gép. Funkció billentyűk kicsit kisebbek a megszokottnál, viszont az összes többi gomb az teljes méretű. Elég nagy szóközbillentyűt is kaptunk, meg van ugyanúgy a Windows gombunk. Kicsit itt a, hogyha megmutatom, akkor kicsit itt a föllenyíl lett kisebb méretű a szokásosnál. Numerikus billentyűzetet nem kapunk természetesen, meg billentyűzet háttérvilágítást sem. Viszont van egy caps lockon egy jelzőledünk. És itt jobb oldalt lettem bezsúfolva kicsit, hogy elrendezve a homepage, a page down, valamint az end gombok. Ez is a spórolás és a minőség rovására megy, hogy egy picit itt fel van pópozodva a touchpad, hogyha lehet látni. Itt lehet látni. Viszont ezt leszámítva, kicsit hangos gombjaink vannak, ami egybeépített a touchpaddal. Viszont tényleg ezt a kis hibát, ezt betudom a tesztkészüléknek, hogy olyan sok kézbe járt már, és eléggé megviselt állapotba tud ilyenkor kerülni egy készülék. A külsejéről szerintem így kb. Ennyit mondanék el. Majd lesz egy külön videó, amiben megpróbálom leszedni a hátulját, és belenézem kicsit, hogy is néz ki a belseje.
hogyha így mutatom, hát most betekintési szögeket nem tudom, hogy van-e értelme ezen mutatni, de ez kb. Ilyen oldalról, fölülről eléggé tükröződik, de mondom, ez nekem ez kellemes meglepetés volt ez a gép, mert tényleg ilyen mindennapos használatra szövegszerkesztés, videónézés, akár Full HD videónézés is YouTube-on, képnézegetés, valamint távsegítségre is használtam egy ideig, teljesen jó és akadásmentes használatot biztosított. A tárhelyről még nem beszéltem, az egy 32 GB-os beépített EMMC flash meghajtó, vagy flash tárhely, amit igazából a microSD-vel lehet bővíteni, és a tárhelyünk azzal bővíthető. Ez is az egyik pont, amin tudott spórolni a gyártó, és egy 100 000 forint alatti árat tudtak bevezetni a magyar piacon erre a készülékre. Szóval az egyik anyag volt, egyik az anyaga volt, a másik pedig a belső tárhely. Szóval nem merevlemezt vagy SSD-t kapott, hanem ezt a flash tárhelyet, vagy flash meghajtót. Egyébként így a használat során annak a sebességével sem volt semmi problémám. Jó mondom, nem húztam agyon a gépet, nem használtam a kategóriáján kívüli feladatokra, amik nagyon megterhelnék, de egy mindennapi használatra mondom, szerintem az árérték aránya teljesen jó. Egy OCCT stressztesztet futtattam rá, ami látható a cikkben, 30 percig futtottam, ez alatt minimális melegedést tapasztaltam a készülék közepén vagy alján, viszont a mérések alapján 60 fok fölé egyik mag sem melegedett a processzorban. Hogyha kicsit így megpróbálom a kamerát is elállítani, jobban látszódjon a képernyő, akkor látható, hogy mondjuk elindítok egy böngészőt. Ez mennyi idő alatt indul el? Ugye stílszerűen a honlapunkat beállítottam kezdő oldalnak. És hogyha mondjuk megnézzük az egyik videónkat, az alap bemutató videó indul el, de hogyha mondjuk megnézünk egy másikat, ami mondjuk nem notebook, hanem mondjuk egy telefon. Sziasztok, Varga Tamás vagyok az Intézőző. Akkor... Túlról a kezemben pedig a Concord. Akkor lehet talán hallani a hangzást is, ez a maximális hangerő. Tehetjük meg, hogy a jobb oldalon itt látható a bekapcsoló gombunk, a hardware-es bekapcsoló gomb, bal oldalon pedig a hardware-es hangerő szabályzatban. Hallatszik ez a kis doboz hangzás, de viszont mondom, hogyha nem mindig max hangerő hallgatjuk, akkor kicsit visszajövő már elhangzik, hogy elég jó hangzása van. Hogyha zenével nézzük, akkor pedig... Mindjárt keresek egy olyat, ami alatt zene is van. Elnézést, tök is bénázás, de mindjárt keresek egy olyan videót, ami van.
zene is. Mondjuk itt van az a YouTube videó, letöltéses videónk. Szóval itt egy minimális hangerő. Itt egy közepes. Most itt egy maximális. Megmutatnám még az eszközkezelőt, valamint a System Infót is. Ugye itt van a már felsorolt rendszerinformációs rész. Remélhetőleg rendesen látszódni is fog. Valamint, hogyha megnézzük az eszközkezelőt. Ja, nem érintőképernyő, bocsánat. Na mostanában annyi érintőképernyős készülék volt nálam, hogy már reflexből arra nyomok. Akkor ráközelítve talán látszódni is fog így rendesen. Van Bluetooth 4.0 is természetesen. Intel HD Graphics integrálva a processzorba. Ott volt a HD webkameránk. Itt van a BGM Wi-Fi adapterünk is, két magas proci, amit említettem, el 28-30, de boltban már el 28-40-essel lehet kapni. Így röviden ennyit szerettem volna mondani a HP Stream 13-os olcsó noteszgépről, aminek a kinézetét mondhatnánk első ránézésre ultrabooknak is, de teljesítményben azért távol áll tőle. Itt az ultrabook hasonlóságot maximum a gép vastagságába és elrendezésébe beszélhetjük bele, de semmi másban nem hasonlít rá, mert mint az anyaghasználat, mint a hardware-es felszereltség azért távol áll ettől. És természetesen nem is azzal a célra dobták piacra, hogy az ultrabookoknak a versenytársa legyen, hanem a célja az volt ennek a gépnek, Észak-Amerikában főleg, hogy a Chromebookokkal versenybe szállhasson a Microsoft egy olyan noteszgéppel, amin természetesen Windows fut és viszonylag olcsó. Ez Amerikában ilyen 200 dollár körüli árat jelentett, hogy arra fogják beárazni. Ez járulékos költségek miatt Európában már azért kicsivel több lett, de így is 300 euró, vagyis 100 000, Magyarországon pedig 100 000 forint körüli áron lehet hozzájutni. Előtelepített program nem nagyon volt sok,
annyi, hogy a Microsoft a Bing keresővel lett előtelepítve, ugye ez is egy reklámfogás inkább, hogy azt használják az emberek, de más ilyen nagyon sok HP-s segédprogram az nincsen feltelepítve, vagy előtelepítve a gépen. Ennyit szerettem volna hirtelen így ebben a bemutató videóban elmondani a HP Stream 13 olcsó notebookról, ami otthoni használatra, általános használatra javasolt. Én minden esetre elfogadnám ezt a gépet ilyen áron, mert mondom, az oprendszert is tartalmazza, és ahhoz képest elfogadható teljesítménnyel szembesültem. Igaz, nem hajtottam túl, mondom még egyszer, de teljesen jól működik, nem akadozott egyszer se, és tényleg jó kis gépnek tartom. A külsejére ugyan vigyázni kell, mert azért ez a műanyag ez elég törékenynek tűnik, de hát nem kell ejteni. Én mindig úgy vagyok vele, hogy azért óvatosan bánok a gépeimmel, így hát hogyha odafigyel az ember, akkor egy hosszú távon is jó kis társa lehet a mindennapokban mindenkinek. Olvassátok el a hozzátartozó cikket is, aminek linkje itt látható a videó alatt. Kövessetek minket továbbra is YouTube csatornákon és a Facebookon. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videónkat is. Sziasztok!